Egy napos kirándulásra gyakran érkeznek diákcsoportok városunkba. Törökné Csécs Lenke, a debreceni Főnix néptánc együttes művészeti vezetője már többször járt Szabadkán. Most egy csapat 14-16 éves gyerekkel látogatott ide. Együttesünk három csoporttal dolgozik, és a Vadrózsák csoporttal jöttem. Fellépésre érkeztek ide a gyerekek, vagy kirándulásra? Hát is, mert a Adai Vadvirág Hagyomány ápolóköre 2000 óta van kapcsolatunk. Folyamatosan látogatjuk egymás fesztiváljait, és most rendezik a tavaszi fesztivált Adán, és most egy napot kirándulással töltünk. Csodálatos, szóval lenyűgöző maga a város, de remélem a gyerekekbe is ugyanezt az élményt fogja jelenteni, mert az ember csak szájtátva nézegeti ezeket a csodálatos szecessziós épületeket. Az ember úgy nem tud szavakat se találni, egyik szebb, mint a másik, tehát nem lehet itt ilyet mondani, hogy ez tetszett jobban, vagy az, mert mindegyiknek a funkciója nyilván más, az ember a szerint nézi, hogy funkció szerint mit tölt be. Magyarországról egyetemi hallgatók is gyakran kirándulnak Szabadkára. Dr. Pálfi Sándor, a Hajdúböszörményi Gyermeknevelési Tanszék vezetője, éppen a szerb húsvéti ünnepek alatt érkezett városunkba a hallgatókkal és tanárokkal. Így, mint mondta, nem tudtak minden intézménybe bejutni. Hajdúböszörményről érkeztünk, a Debrecen Egyetemnek az egyik karavan ott, a gyermeknevelési és gyógypedagógiai kar. Innen jöttünk 45 hallgatóval kirándulni. Hogyan esett a választásuk éppen Szabadkára? Hát egyrészt a karunknak és az itteni magyar tannyelvű főiskolának már kapcsolata van, együttműködése van a Makovesz program keretében. Most is vannak itt hallgatóink, tehát jöttünk tulajdonképpen meglátogatni őket, itt vannak most is velünk. És a hallgatókkal szakmai tanulmányúton vagyunk Szegeden. És úgy gondoltuk, hogy akkor már átjövünk. De hát sajnos már éppen nem nagyon tudunk intézményeket látogatni. És mi a benyomása arról, hát amit eddig láttam? Én nagyon szeretem Szabadkát. A kollégákkal is ezért terveztük, hogy jöjjünk ide. Igazi romantikus magyar város nekem. Hát úgy többször is visszajövünk. Úgyhogy most ezek után még Palucsra is át fogunk menni. Már az előző dékán idejében is többször is voltunk itt. Szeretünk ide jönni. Említette, hogy Szegeden vannak, és onnan érkeztek. Lát-e hasonlóságot a két város építészete között? Nyilván van rokonság közöttük, Szeged léptékben más nyilvánvalóan, de én azt látom, a történelmi hagyaték az itt egy kicsit jobban megmaradt. A Városházán találkoztunk egy külföldi baráti társasággal is. Weber Ágota, aki erdélyi származású, de jelenleg Stuttgartban él, elmondta, hogy a csapattagjai különböző városokból érkeztek. Mi barátok vagyunk, viszont sokan erdélyi magyarok, sokan pedig magyarországi magyarok. Mi most lakunk több helyen, Erdélyben lakunk, Stuttgart környékén lakunk, a magyarországi barátaink Székesfehérvárt laknak, Kiskunhalason, meg ilyen többféle részről összegyűltünk, évente összegyűlünk, és így hazát ismerjük. Meg Bortúra, igen. Hogyan esett a választás Szabadkára? Úgyhogy az egyik jó barátunk, aki Kiskunhalason él, tavaly Vilányon, meg Szekszárdon voltunk, ugyanilyen Bortúrán, és akkor bejártuk ugye a környéket, és Zoltán azt mondta, hogy a gyerekek jövőre akkor Szabadkára kell menni, mert nagyon szép a vidék, finomak a borok, és akkor ez így lett. Ezért ez a döntés. Hogy tetszett az, amit eddig láttak? Az az igazság, Székesfehérvárról vagyok, Konrádi Péter, másodszor vagyok Szabadkán, de nem utoljára. Nagyon gyönyörű, itt a Városházában még nem voltunk, egész Szabadka csodálatos. Egyértelműen növekszik a Szabadkára látogatók száma. Erre utalnak a statisztikai adatok, a kutatások is. Egyre zsúfoltabbak a szállodák, ezért már Szabadkára is időben kell foglalni, mondta Tóth Boris, idegenvezető. Napjainkban is egyre több a csoport, amit láthatunk a városban. Sok látnivaló van Szabadkán, és a csoportok, akik érkeznek, azok elsősorban az anyaországból érkeznek, tehát Magyarországról. Ezen kívül Szerbiából természetesen a diákkirándulások, de nem csak Szerbia és Magyarország, Horvátországból, Szlovéniából egyre több csoportunk van egyébként, Németországból, Ausztriából, sőt Oroszországból is, és egyébként lehet, hogy a szabadkai lakosok észrevették azt, hogy egyre több az ázsiai
ázsiai turista is, tehát Kínából, akár Japánból, Koreából is érkeznek egyébként turisták, és szerbiai viszonylatban egyértelműen mondhatom, hogy Szabadkának nagyon-nagyon sok a megmutatni valója, és egy vendégszerető városról van szó. Tóth Boris hozzátette, a városban sok a magyar műemlék, emellett a szervezett tavaszi és nyári események, fesztiválok is vonzák a látogatókat. Egyre több a sportesemény is Szabadkán, és az ide érkező sportegyesületek, válogatott csapatok és szurkolóik is szívesen megtekintik a látnivalókat. Szabadkán leginkább a zsinagóga és a városháza az, amit elsősorban felszoktak keresni a turisták, egyértelműen talán a magyar szecessziós stílusuk miatt, ezen kívül a Szent Terész székesegyházat, vagy akár az ortodox templomot meg szoktok nekik mutatni, úgy szintén a fekete szűz csodatevő ikonját a ferences templomban, de ezen kívül számos más műemlék van Szabadkán, tehát akár itt van a Kosztolányi Dezső szobor, akár itt van a csodálatos kömtárunk, nem beszélve a Rájhöl palotáról, és ezen kívül pedig Palicsfürdő, talán nem használatos még a vize ugye fürdőzése, de ezen kívül gyönyörű szép parkkal rendelkezik, nagyon szép szállodákkal, vendéglátóegységekkel, nem beszélve az egyik legszebb európai állatkertről, az Palicsi állatkertről, úgyhogy egy vagy akár kettő-három napot nagyon szépen el lehet tölteni itt a régiónkban, nem beszélve itt van Kelebia, tehát akár lovaglási lehetőség, fiákerek, stb., akár még Topolyára is elmenni, Kanizsára, Zombor, ami régen a vármegyének a fővárosa volt. Tehát a régiónak nagyon sok nevezetessége van, gasztrokulturális, vallási, ökológiai szempontból is, nem beszélve a palicsludas régióról és a védett fajokról, úgyhogy én úgy gondolom, hogy itt Bácskában, sőt Észak-Bácskában a turisztikai lehetőségek egy óriási tárházzal rendelkeznek, és a turisták szerintem egyre jobban kezdik ezt végre felfedezni, és a statisztikai adatok is mutatják, hogy valóban egyre többen érkeznek ide régiónkba és városunkba. Az idegenvezető hozzátette, a turisták eddig leggyakrabban egynapos kirándulásra érkeztek, vagy csak néhány órára útba ejtve Szabadkát egy-egy körutazás vagy nyaralás során. Az utóbbi időben viszont megfigyelhető, hogy a látogatók legalább 2-3 éjszakát itt töltenek a környéken, ami gazdasági szempontból is nagyon jó a városnak és a régiónak.